De miért fáj a foguk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnak a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan. De miért fáj a foguk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnak a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejé ez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan a juhász, s megsimogatta a siklót. Az enyém kutya. Szemjon egy pillanatra már-már elgondolkodott, de aztán így válaszolt Piotrnak. Honnan tudnak a tejről? Persze a könyvekben erről biztosan szó esik. Csak hogy mik... De miért fáj a fogunk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnának a tejről? Csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejé ez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan a juhász, s megsimogatta a siklót. Az enyém kutya. Szemjon egy pillanatra már-már elgondolkodott, de aztán így válaszolt Piotrnak. Honnan tudnak a tejről? Persze a könyvekben erről biztosan szó esik. Csak hogy mi kölykök mit műveltünk? Tejbe mártottuk az ujjainkat, és oda mentünk a siklóhoz. Az belecsimpaszkodott az ujjunkba, azt hitte tehéntőgye, és szopni kezdte, és képzeljétek, egészen felduzzadt, rátapadt, nem is tudott leszakadni. De miért fáj a foguk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnak a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejé ez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan a juhász, és megsimogatta a siklót. Mert az enyém kutya. Szemjon egy pillanatra már-már elgondolkodott, de aztán így válaszolt Piotrnak. Honnan tudnak a tejről? Persze, a könyvekben erről biztosan szó esik. Csak hogy mi kölykök mit műveltünk? Tejbe mártottuk az ujjainkat, és oda mentünk a siklóhoz, az meg belecsimpaszkodott az ujjunkba, azt hitte tehéntőgye. És szopni kezdte, és képzeljétek, egészen felduzzadt, rátapadt, nem is tudott leszakadni. Hát mi ilyen módon ráfűztük őket az ujjainkra, és végig sétáltunk a falun. A csitrik sivalkodtak, hanyat homlok rohantak előlünk, mi meg utánuk. Máskor kígyót dugtunk a zsebükbe, de miért fáj a foguk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnak a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejé ez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan a juhász. De miért fáj a foguk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnak a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejé ez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan a juhász. De miért fáj a fogunk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnának a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet. De miért fáj a fogunk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnának a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecskéidet nem fejezett a fajta, nem mosolyodott el gúnyosan a juhász. S megsimogatta a siklót. Az enyém kutya. Szemjon egy pillanatra már-már elgondolkodott, de aztán így válaszolt Piotrnak. Honnan tudnak a tejről? Persze a könyvekben erről biztosan szó esik. Csak hogy mi kölykök... Juhász megsimogatta a sikló. Az enyém kutya. Szemjon egy pillanatra már-már elgondolkodott, de aztán így válaszolt Piotrnak. Honnan tudnak a tejről? Persze a könyvekben erről biztosan szó esik. Csak hogy mi kölykök nem fejez az ördög fajzat? Nem, mosolyodott el gúnyosan a juhász, és megsimogatta a siklót. Az enyém kutya. Szemjon egy pillanatra már elgondolkodott, de aztán így válaszolt a tejről. Honnan tudnak a tejről? Persze a könyvekben erről biztosan szó esik. Csak hogy mi kölykök mit műveltünk? Tejbe mártottuk az ujjainkat, és oda mentünk a siklóhoz. Az belecsimpaszkodott az ujjunkba, azt hitte tehéntőgye, és szopni kezdte, és képzeljétek, egészen felduzzadt, mit műveltünk. Tejbe már az ujjainkat, és oda mentünk a siklóhoz. Az belecsimpaszkodott az ujjunkba, azt hitte tehéntőgye, és szopni kezdte, és képzeljétek, egészen felduzzadt, rátapadt, nem is tudott leszakadni.
Mi ilyen módon ráfűztük őket az ujjainkra, és végig sejtáltunk a falun. A csicsik sivalkodtak, hanyat homlok rohantak előlünk, mi meg utánuk. Máskor kígyót dugtunk a zsebünkbe, és oda mentünk a lányokhoz, közben pedig napra forgó magot. De miért válj a foguk annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, honnét is tudnának a tejről, csodálkozott mód felett Piotr, és a juhászhoz fordulva hozzáfűzte. Hát a kecske ide fejezve ez az ördög fajzat? Nem, most nem, most elmondta, és a nagyos hátyáz, és megsimogott a reszik nyerébi, rossznál az enyém kutya serje, szemjön előre, hogy állam János, nyilvánkodott, összetik, és jön az ó, én a sziget. Honnan tudnának a tejről? Persze, könyvekben erről kiszállak, esetje, nyári kölyk, hogy mi kölykök, mi tejbe mártuk az ujjainkat, oda mentünk a siklóhoz, belecsimpaszkodva az ujjunkba, tehén tőgye, képzeljétek, duzzadt, rácapadt, nem is rád leszakadni, nem is szukott, és ilyen ugyan a hullát, elevetetünk, hála, meg nézzük, hogy úgy nyitmanózni állóra, hogy egen veszte, homlok rohantak előlük, minden után most előtt helyáskor kinyújt, tudtuk a zsebekbe, a sárcs oda ment az a lányom, és sűrűjük, hogy legyen napraforgó magot, vagy egy kis napraforgót, mondta valamelyik, nézd csak a napraforgót, nézd csak a napraforgót, nézd csak a napraforgót, nézd csak tovább, még egy percig nézek, de adjál. No, amikor percig nézek, de adjál. Nyúlj a zsebembe, húzd ki egy marékkal. Mihelyt a zsebembe nyújtulózom, hát ráakad a kígyóra, hol volt is ismeres. Az egyiknek meg hátámba berjúgt csempeztünk, mi Valéria alá, az meg rángó görcsúgt a húszás a cipőben. Milyen volt a szerkvált a rejtakat? Mondok, engem az ilyen csínyekért kegyetlen eltángált volna az akat. Nobelem rámasztan a lignyen, hogy nem hagytuk ményezni. Tóló is adhagom is kepsztál, hogy Janos a nyugált a dolyosom ment. Azért apvedről ez az egyetlen egy égstekre. Hát szűk házló, ha mondom, szuszál, hogy a sérül, hogy telefonkozunk házasról, jelent a kakucsi rinnunk, jelent, és minden bödre ez az, mert jelent a rinyagú. De miért állja a fog annyira a tejre? Hisz az erdőben nincsen tej, most is tudnának a tejről, csodálkozott útja le, és a juhászhoz forrózva hozzáfűzte. Hát a kecskéjét nem tegyük az ördög, nem most elmúlt el, hogy a juhászimogatta, a lenyém kutya. Mert lenyelni pillanatra már elválaszolódott, aztán így válaszolnak, tudnak a tejről. Persze, a könyvekben erről biztos van szó, a könyvekben erről csak, hogy mi kölykök, mit művelt, hogy mi tejbe mártunk az ujjainkat, tejbe oda mentünk a csúnyaklóhoz, oda mentünk a belecsimpaszkodott az ujjunk, belecsimpaszkodott a léntőnye, és szopni kezdte, és képzeljétek egészen, és képzeljét rátapadt, egészen feltözzakadt, rátapadni, ilyen, mi ilyen módon ráfűztük, hát mi ilyen módon ráfűztük, és végül sétált az ujjainkra, és végig sétált, sivalkodtak, hanyat csitrik, sivalkodtak, hanyat homlokra, máskor előlük, mi máskor rájuk be, máskor kiindult a lányok a zsebükbe, pedig nap, oda mentünk a lányok csapó magot, közben pedig adj egy kis napra forró, adj egy kis napra, melyik út mond csak valamelyiket. Nézd csak a napra, nézzek, felette, adj. Még egy perc, nézd csak tovább, adjál. Még egy percig nézek, de adjál esze. Nyúlj a zsebben, kiérdemelte nekem. Nyúlj a zsebben, de zsebben nyúlj marékkal. Hát ráakad a hét a zsebben nyúlj, és ráakad a kígyóra. Az egyik is mi hátulról kígyót csempe, az egyikünk a galéria alá, azt meg csempéztük a galéria alá. Meg rám borcsátjuk találta a fejét. Hát ilyen volt. Engem az ilyen csínyekért kegyetlenül eltángált. Engem az ilyen csínyekért kegyetlenül eltángált.